Sörös István a vendégünk, mondhatjuk, hogy Egyiptom utazó, mert már ötször is járt az afrikai földrészen, és ezek nem öncélú utazások voltak, pontosabban öncélűek, mert befészkelte magát a fejébe egy gondolat, hogy ugye vajon hogyan építették az egyiptomi piramisokat, illetve általában az ókori megalitikus építményeket. Hát kezdhetnénk 20-25 éve ezelőttről, mióta ismerjük egymást, de talán ezt most próbáljuk meg átugrani, és beszéljük a legutóbbi egyiptomi útjáról, ugye amire szintén régen vágyott, mert Asszuánban még nem járt, és Asszuán pedig különleges érdekességek várják a, mondhatom, hogy amatőr kutatót, amatőr, hát nem a Sorbonon végzett, hanem... A végzettségem tényleg a geodétamérnök vagyok, de építőmérnökként éltem az életemet, meg a nagy részét. Nyugdíjas vagyok. És egyébként ezermester, akár egy piramist is felépített, de ezt majd később. Asszuánban van egy úgynevezett befejezetten obeliszk. Elég sokat publikálták különböző fényképek, valamivel ismerem én is. És hát ez a vörös gránitból van egyik, meg se kemény kőzetből. Mekkora ez az obelisk? Hát egy 44 méter hosszú, a becsült súlya 1200 tonna körül van. Nem könnyű megemelni egyet. De ugye nincs mi kiemelve, csak a térfogatában. És nem is lesz. Nem is lesz, nyilván. Elkezdték ezt körbefarigcsálni bányászati módszerekkel, hogy kialakul a sajátos formája az obelisknek. Egy rejtős kialakításban kezdték el csinálni. És szerintem hamar rájöttek arra, hogy kőzetlepedés van az anyagban, és nem érdemes tovább csinálni a bányászatot. Csak a nézők tudják, ez nagyobb, mint egy általános templomtorony, tehát egy iszonyatos. Hát 44 méter magas, igen. Hát a obelisznek az alapja, hát obelisz mindenki tudja, hogy egy egyes tűszerű oszlop, az obelisz alapja az több mint 3 méter. A Jefferson emlékművet szoktuk látni amerikai filmekben, ez valami hasonló. Igen. Ami fényképeket láttam róla, tehát engem rendkívül volt érdekelnek a különböző építési technológiák. Első helyen ezek. Most már tárgynál vagyunk. Hogy a fenébe építettek ilyen hatalmas kövekből álló építményeket az ókori Egyiptom mondjuk 3000 évvel ezelőtt? Bocsánat, 4500. Minden alkalommal, amikor Sztéva hallgatóságban egy barátok között, akkor mindig kihangsúlyozza, hogy a világon bármi csak akkor történik meg, hogyha megvan létrehozásnak a feltétele. Na most itt nem feltétlenül obeliszk, meg piramis építésről van, hanem bármiről. És ha az ember vizsgálja különleges építményt, vagy épületszerkezetet, akkor oltatta felmerül a kérdés, mint építő emberbe, hogy milyen módon tudták létrehozni. Milyen tudták mozgatni ezeket? Mozgatni, megbukálni, egymás felé rendelni, hogy az legyen belőle, ami mondjuk abban a testben piramis. Ez az a témakör, amivel egyik tudomány sem foglalkozik. Tehát ez nem téma. Pontosabban van egy primitív elmélet, ami biztos, hogy nem működik, és ezt tanítják az iskolában is. Attól tekintsünk el. Tehát a rámpás módszerű az. Tehát egy mérnök ember, hogyha oda megy és megnézi, vagy csak hall róla, rögtön el tudja dönteni, hogy működik, nem működik. Ez nem működik. Tehát amit eddig kitalálta, nem beszélve arról, hogy amit próbálnak az emberekkel elhitetni, mint módszert, már az évvilágon semmi bizonyíték nincs, és nem is volt soha. Tényleg olyan volumenekről van szó, amire nyoma kellett volna legyen, mondjuk a rámpának, vagy a rámpa anyagára. Ami lehet, hogy akkor a méretű, mint egy piramis, már tömegét tekintve. Mondjuk hétszerese, hogyha feltételezzük azt. Igen, ám, de hát a piramisból ugye vannak 50-100 meg 150 tonnás építőelemek is. Itt most már csak a piramis kívülről látható hozzávetően 2,5-4 tonnás kőblokkokról van szó, hanem sokkal nagyobb építőelemekről, amik ráadásul igen nagy távolság, mondjuk Asszuánból kerültek a beépítésre. Ne csigázzuk tovább a nézőket, őszét hogyan mozgatták ezeket a hatalmas, több 10 tonnás köveket? És volt egy olyan inspiráció, amivel kapcsán elkezdtem meg a dolga konkrétan foglalmazni, és nagyon hamar eljutottam odáig, hogy csak és kizárólag egyetlen módon jöhetnek létre az építmények a víz segítségével. És itt a hangsúly a vízzel van. A vízzel való építés, manipulálás, mérés és különböző technológiáknak a halmaz sorozatás szó. Tehát nem csak egy adott. De mondjuk a kő nem úszik a vízen, tehát valamire még szükség volt. Igen. Önnek egy nagy szerencséje volt, mert rábukkantak a kutatók egy
járműre, vagy egy építőgépre, tehát kézzelfogható bizonyítékát láthatta, vagy láthatja ebben az ókori építkezési módszereknek. Így van ez? A Keosz piramis ugye az a az volt elvileg az első piramis, így tudjuk. Annak a déli lábánál egy nagyméretű pavilonban ki volt állítva, azért mondtam útjön, mert áthelyezték most a megnyitott új egyiptomi nagy múzeumban áthelyezték ezt a... Tehát elvitték Gízából a karabinózóban. Hát nem nagy távolság, ez egy hajó. Mikor láttam ezt a, ennek a hajónak a képét, tehát volt egy inspiráció, hogy utána járok annak, hogy hogyan épülhettek a piramisok, mert kiindulva abból, hogy minden idők leggrandiózusabb építménye, nem igaz, hogy nem maradt semmi egy jobb az építésre. Tehát ez úgy bennem az alapgondolat. Nem például az a piramis környezetében, de minden ókori építmény környezetében az építmény körül tökéletes vízzáró burkolat van. Most azért azt kell érteni, hogy az, amik egy 10 négyzetméteres, 5 fél méter vastag betonlap, vagy kőlap, mondjuk konvesz és konkár szögeknek az összessége, az éle, de a csatlakozás a nulla tűréssel van a következők. Hát ezek nem szabályos négyzet alakú, hogy téglalakú, nem. Hanem össze-vissza alakú. Ahogy adta, de egyenes. De az illesztés az jó. Az illesztés az nulla tűrésű az illesztés. Most egy nyilván felbőrök és olyan felé lépkel, ilyen irgalmatlan, vastag, űrméretűben súlyú elemeket így összeilleszteni. Hát nyilván azért, hogy ne folyjon el a víz, amit használtak, ugye, mondjuk induljuk el, vagy a vízszinteléshez. Ez egy jó masszív medence alja volt. Igen, tehát kellett egy viszonyító sík. A viszont sík az a víz, mert gyakorlatilag a víznek a szintje az vízszintes. Na most, mire én kijutottam Egyiptomba, hogy az elég sok mindent átnéztem, ilyen anyagokat, amihez hozzájutottam. Kínosra ügyelve nem olvastam egyetlen mondatot se, de befolyásolva engem a látványok megítélésében. És kiderült, hogy minden építmény körbe van véve falazattal. Most ezek nem egy lőréseken ellátott bársákról van szó. Nem bárfalak voltak ezek, nem bárfalak, hanem egyértelmű, és ráadásul a fal konstrukciójából adódóan ezek vízzáró falazatok voltak mindig. Tehát gyakorlatilag az építési területet körbevették vízszintesen vízzáró falazattal, mivel megfelelő nyílásokkal rajta, nevezik ez a zsidó kapuknak. És ezenben a vízzel elászott területekben épültek az építmények. A kövegnek azért az a cél, mert vízben áll a piramisok, és lebegő kövek az egy... Az egy ilyen allegória, ezt én találtam ki, úgyhogy... Igen. És akkor most elmondjuk azt, nyilván nem titok, hogy Lékosai barátomban mi ketten követtük el ezt az opuszt. Én adtam hozzá egy... Hát te voltam az ész, meg a puskacső. Sanyi volt az, aki hogy is mondjam, irodalmi formában öntötte ezt az egészet. Meglehetősen populáris, ami közös megegyezésen populáris módon, mert ugye mindenkinek szól. Na tehát ott adottuk, hogy ezek a vízzáró falazatok mindenhol, rengeteg helyen a mai napig megvan teljes méretében, általában egy torzó állapotban vannak, de nem csak ezt, minden más egyéb is. És tehát rájöttem arra, hogy a víznek ott kell lenni. És meg volt a hiányzó láncszem, a napbárka, mondjuk ki a nevét, igen, egy építőgép. Na most igen, a napbárkát, amikor láttam a képet, tehát miért kijutottuk volna Egyiptomba, akkor elkezdtem elemezni a látványt, és ez egy 44 méter hosszú, 6 méter széles, egy 20-valahány tonnás, egy ilyen robusztusan felépített, zseniálisan összeépített faszerkezet. Kötelek tartják össze az egészet. Nem volt semmiféle fémkötelem nincs benne, de gyakorlatilag és ilyen belső fűzéssel oldották meg a palákok rögzítését, nagy méretekről van szó nyilván. És akkor szét akarták szedni, akkor előkaptak egy késből, a csizmaszálba, elvadosak a kötőt, aztán... Egyébként a kutatók is lapra szerelve találták, mert ezt a napbárkát, hogy nem volt összerakva. Nem volt összerakva. Sok éves munkával elkezdték összerakni, amit nem tudtak, hogy micsoda. De egy fura módon az alkatrészeknek az összeélesztésére... Vagy ha az kocsi jön ki belőle, vagy zéter autó, aztán végülis napbárkát. Igen, kiderült, hogy találtak azonosító jeleket, tehát össze voltak úgymond rajzolva, vagy vésett jelek voltak, hogy mihez illeszkedik. És hosszú, sok éves munkával keresztül elkezdődött, kiderült, hogy egy hajó lett belőle. Ez a bizonyos napbárkának nevezett. Igen. Most ez a napbárka elnevezés az... onnan ered, hogy a régészek ugye
mindenek vallásos tulajdonság, vallásos jelentőség. Tehát ők nem építővédnökök, ami persze. Nem baj, azért vagyunk mi természetesen. Azért vagyunk mi is négy. Elég az hozzá, hogy ez kérem szépen az a faszerkezet, amiben a fáraó a halála után távozott a napba. Ez egy betonálványzaton állt, ez a hajós fölött egy dékondicionált tetőmény, és az ábrázat alatt ott volt ennek a hajónak a makettje. De nagyon kiváló minőségben elkészült makett, és amíg az örök nem figyeltek, amíg levettük a fedélzeti deszkán, mindezt belenéztük, hogy is néz ez ki belülről. És hát rájöttem, hogy ez egy zseniális halmi, és a formai kialakítása, én mint hajózó ember, rögtön elkezdtem gondolkodni az, hogy élt ilyen. Tehát ilyen hosszú gyújtott sarló alakú, nem ér bele a víz, se az eres, se a vége, felhajtól nem képződik, tökélet csak útban van. Olyan, mint egy velencei bárkó. Igen, pontosan olyan, mint egy velencei gondolat, döbbenetes a hasonlóság. Na elég az hozzá, ugye, hogy az agyagban elkezdett ez a hajó mozogni, hát a mozgás alatt azt érte, hogy elkezdett billegni, hogy viselkedik ez a vízen. Képzeld be, hanem imádtad a dolgot. Igen. És most már lebuktunk tegezni. Igen, lebuktunk. Tehát a lényeg, hogy rájöttem, hogy a döntő funkció a hajónak az volt, hogy boldogosan. Hát nem messzokott igény egy hajóval szemben. Sőt, kivéve az ókori hajót. Mert az a bólogatás, ezt kérem szépen, azt eredményezte, hogy ezzel nagyon nagy terheket meg lehetett emelni. Tehát ez gyakorlatilag kimondom a bűnös szót, legyen napmárka a nevezető, főleg ez kérem szépen egy úszódarú. A napmárkának nevezett úszódarú egyidős a piramisokkal. Mesterien megmunkált, robosztus faépítmény. Még fényképek alapján is nehéz érzékeltetni valós arányait. A 44 méteres hossz első hallása nem tűnik nagy értéknek, de gondoljunk bele, hogy a napbárka jóval hosszabb, mint a ma ismert legnagyobb emlős állat a kékbálna. És alig rövidebb, mint három egymás mögé állított kamion. Ez a nagy méret és a mesteri felépítés tette alkalmassá a több tonnás építőkövek emelésére. A napbárka szerkezete teljes mértékben az emelési funkciót támasztja alá. Nézzünk meg néhány szerkezeti sajátosságot. Oldalnézetben látható a jellegzetesen aszimmetrikus fenékvonal, amelyet csak az emelésre való felhasználás indokol. A hajókópásoknak, sérüléseknek leginkább kitett két vége leszedhető volt, hogy szükség esetén cserélhető legyen. Ide voltak beépítve a terhelés határoló elemek is. A napbárka fedélzetének nagy részét egymástól körülbelül 50 cm-re lévő vastag keresztgerendák tartják. Erre a gerenda sűrűségre azért volt szükség, mert a fedélzetnek ezen a részén mintegy 60 ember mozgott az emeléshez szükséges bólogató mozgás előidézése céljából. A hajó két végén a keresztgerendázat ritkább. Ennek az a magyarázata, hogy ezt a felületet az emberek súlya nem terhelte. Ezen kívül itt húzták be a fedélzet alá az emelésnél használt köteleket is. Vajon hogyan használhatták ezt a 44 méteres hajót daruzásra? Íme a Sörös István féle elmélet. Az építőkövek emelésére a hajó bólogató mozgását használták ki, amelyet a fedélzetén előre-hátra mozgó nagy létszámú embercsoport idézett elő. Az emelési művelet kezdetén az emberek előre mentek a hajó fedélzetén. Ezáltal a hajó lebólintott, orrrésze mélyebbre került. Ebben az állapotban akasztották a munkások a terhet a hajó orrára. Amint az emberek hátra mentek a hajó farába, az orr a teherrel együtt megemelkedett. Az építőkő leengedése a megemeléshez képest fordított sorrendben történt. Többet magával, mert ott a helyszínen nem egyet találtak, hanem rögtön kettőt, és találtak például három ugyanolyan méretű tárolódókot, ahol ezeket a hajókat őrizték. Rossz emléksz, hogy ezt máshol is találtak Egyiptomban? Vagy? Persze, Szakkarában is, Abidoszban, hogy millió helyen megtalálták. Na most ez kivételekül az a
sztereotíp, igen, hogy ezek a szakrális célszolgáltak, nem baj, hát elég ha én elmondom, hogy miért. Miután végeztek a misén, elkezdtek építkezni vele. No. De hát azért gondolom érdekli az ebben, hogy, hogy is volt ez hajódarú. Igen, nagyon jó kis animációk készültek a dologról. Nem tudom, sikerül majd előhalászni, de a sikerül, akkor megmutatom. Sok animáció készült, igen. Volt egy nagyon jó, nagyon kedves barátunk, aki részt vett a adatfeldolgozásban. Hardy Balázs. Hardy Balázs, egy urat, kiváló számítógépes szakember meg animátor. És ő életekeltette ezt a szerkezetet, és ragyó animációkkal, 3D-s animációkkal mutatjuk. Sőt, ezt. Volt kézművész, amelyik elengedte a fantáziát, és a leírások alapján festményeket is készített a ókori helyzetről, nem? Szixi Elmandára gondolt. Igen. Az urat Hunyadi Balázsnak hívják, ő festőművész. Ja, meg ő is. Igen, festőművész, és csinált 12 darab képet, ezt naptárra szálltuk annak idején, a történetnek is tovább folytatása. A lényeg, hogy ezzel bemutatja azt a 12 stációt úgymond, ami a tervezés, a piros tervezésétől a felépítésig. Szóval és a technológiát mutatjuk be. Ez az úszódalúnak a zsenialitása ma is, ez egyetlen olyan emelőbendés, amelyek a megemelt helyet tud változtatni. És ez nagyon fontos. Ma sincs más. Tehát ha belegondolunk arra, hogy itt egy irgalmatlan területről van szó, hogy teleket pakolni kövekkel, akkor olyan eszköz kellett, ami azóta, hogy megemelte az építelemet, oda vitte a helyzet, és le is tette. Zárójel, mai technológiával a piramisokat nem lehet megépíteni. Nem, egyértelműen. Ezt a konstrukciót csak is kizárólag az ókori eszközökkel lehet megcsinálni. Jól, igen. Igen. Akkor arra kitérve, hogy rengetegen támadnak téged szobatudósok, akik mindenféket összeolvasnak, és lehet, hogy gyomorrontást is kapnak tőle, de hogy általában durva szavakkal neked mennek az elméleted miatt. Hogy lehet ezt megélni, vagy figyelmen kívül vagy? Kicsit, hogy is mondjam, megmosolom ezeket a dolgokat. De most az a helyzet, hogy jó, voltak jó kérdések az érdeklődők részéről, kétségtelenül. Csak mindig az a lepőtel, miért nekem teszik fel ezeket a kérdéseket? Nem adom, miért fogalmazok be ebben a kérdést. Hát miért nem azok, akik már több évtizedre ott vannak és válaszolhatnának rá? Ezt tanulták és azzal dicsekszek, hogy mindent tudnak. Hát én ugye is turistaként voltam Egyiptomban. Minden alkalomban. Én nem ástam ki semmit, nem tártam, senkitől nem kellett engedélyt kérni. Ott volt a szemlőtte, fényképeztem, befogalmazottam benne a gondolatok, és belétettem bizonyítéként az összes anyagot, amit én ott tapasztaltam. Tehát gyakorlatilag meggyőződésem, hogyha ezt a kérdést, vagy ezt a kérdéskört alapból az építőmérnököknek tették volna föl, mint kutatási témát, már régességgel rájöttek volna arra, amire én. Tehát még egyszer, nem egy nagy sebészet. De most az a helyzet, hogy ez a amikor az Egyiptom szó egyáltalán elhangzik, akkor minden egyiptológus vindikálva arra, hogy jó volt, hogy akármi legyen szó, csak és kizárólag az ő véleménye legyen a döntően függetlenül attól, hogy ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Most azért ez alatt azt értem, hogy hadban van egy 500 tonnás kőelem, meg vannak ilyenek, ami kinek bányászva, megnett munkával, eljutott A-ból B-be. Ez nem egyiptológiai kérdés. Ez az építéstektől és logisztika. Igen. Na most én ilyen értem, én senkivel nem vagyok vitában, egyetlen egyiptológussal sem, mert nem arról beszélek. Tehát az egyiptológiának a tárgya nagyon erősen szorítkozik a különböző dinasztiáknak a kutatására, az összes látható kulturális emlék értelmezett faragványokat, falfa, stb. Azok az elemzéséről szól, és Sapolyó mester áldásos tevékenysége okán már is tudják olvasni a hieroglifákat, és ennek a feldolgozásával foglalkozik, és ez így van jól. Emlékszem rá, hogy annak idején, mikor elkészült a könyv, nem fukarkodtál a gondolatok közhírétételével, nem csak a olvasók körében, hanem direktben megkerestél néhány úgynevezett egyiptológust, egyiptom kutatót, sőt magát Zahi Havaszt, az egyiptomi örökség vagy ókori emlékeknek a legfőbb főnökét is, és adtál neki könyvet. Zahi Havasz a konkrétan nem találkozott. Igen.
A történet az úgy teljes, hogy a TV2 felkarolta ezt a tévát, és az Urák Csaba és a Rólai Feri által összeállt a stábbal mentünk Egyiptomba, a kiadóban együtt, és a régészeti tanácsnak a vezetőjétől kezdve könyvkiadó cégekkel mindenkivel tárgyaltunk. Erről videófilm készült, talán 2003-ban, talán vagy 2002-ben, nem össze pontosan, és ez egy 20 perces anyag volt, és a TV2 leadta, az volt az évi riportja egyébként. És ott nagyon lehet látni, hogy mindenkit tájékoztattunk Egyiptomban ennek a könyvnek a létrejöttére, és 40 darab angol nyelvű könyvet osztottunk ki. Az a javaszúra konkrétan nem találkoztam, tudom, hogy megkapta a könyvet, tehát át lett neki adva. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Egyiptomban most már 22 éve, több mint 22 éve, kivétel nélkül minden illetékes tudott az én munkámról. Sőt, némi dicsekvéssel mondom, hogy az egyiptomi magyar nagykövetségen dolgozott egy Hasam nevű úr, aki egyébként hidrológus és vízépítő mérnök volt, és engem meghívott a nagykövetségre egy beszélgetésre, ahol ő is megkapta az angol nyelvű könyvet. Mitőbb az egyiptomi Alahram labban leközöltek a könyvemből képeket, meg cikket, és meg is kaptam ezt a magyar fordítással együtt. Tehát ez azért mondom el... Nem maradt titokban? Nem maradt titokban ez a dolog. Sőt, aztán, hogy is mondjam, mivel megvan németül, angolul, meg franciául is megvan a könyve a magyaron kívül, ezért elküldtük minden tudományos, majdnem minden tudományos akadémiának, hogy tudjanak erről az egészről. Sőt, a Alexandriai világkönyvtárban is ott van a könyvem három nyelven. Ami leégett, de már korábban. Már korábban, igen. És a könyvtárvezető igazgatóta nagyon kedves köszönlevelet kaptam, hogy elküldtem nekünk ezt neki az anyagot. Tehát röviden. Megkapta Mark Lehner is, ugye, aki ezt itt tud róla a világ. És milyen visszhangok jöttek a tudósoktól, mert hogy a szimpatizánsaid megköszöntél, meg gratuláltál, egy dolog, de maguk a vérbeli... Hát a tudósoktól természetesen semmilyen visszajelzés nem volt, ami egyáltalán nem lepett meg. Tehát ezt tudni kell, hogy ez a világ, ez nem erről szól. És én ezért nem neheztelek senkire. Azért lássuk be, hogy én az egész ókori, úgymond egyiptológiából, nem az egyiptológusok által... Hát igazából is ők voltak a partnereid. Igen, tehát én nem avval foglalkozok, amit ők kutatnak, vagy amit már elértek. Én konkrétan és kizárólag a megalitikus építészetnek a technológiai részével foglalkozom, ahogy viszont rajtam kívül nem foglalkozik senki. Tehát ilyen értelemben nem vagyok vitában senkivel, mert én nem arról beszélek, amiről ők, de természetesen ők nyilván nem fogadják el azt, amit én mondok, nem mondják ki, de elfogadták, akkor lett volna már visszajelzés, de természetesen nincs. Ami még egyszer mondom, engem ez nem zavar. Nekem bőven elegendő az, hogy az által megismert mérnöki visszajelzés, tehát építőmérnököknek a visszajelzés, ami elég meglehetősen számos és külföldről is, azok egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy ez az egyetlen olyan, hogy is van, építési technológiai leírás, aminek van eleje, meg van vége. És ebbe belefér az, hogy ebben a technológiában igenis ez a feladat elvégezhető volt. Na most hát nyilvánvalóan vannak fehér foltok, de még hangsúlyom még ezt, én turistaként voltam egyébként. Igen, nekem már rendelkezésed azok az eszközök, amit mondjuk egy hivatásos tudósnak. De most tudnék én mit csinálni, úgyis mondjam, hogyha mit tudom én, delegálva lennék úgymond idézőjelben, el tudnék mondani, nagyon fontos, és a kézművességgel kapcsolatos, meg anyagbevőkkel kapcsolatos olyan információkat, ami azért kellően megdöbbenteni a világot. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert én azt mondom. Nem itt képzelték eddig? Vagyis sem nem képzeltek semmit, szerintem. Tehát én azt mondom, és kijelentem bátran, bármikor elmondom, hogy az nem igaz, hogy ez kőkor, meg bronzkor, meg részkor volt. Tehát ez a meghatározás, ez eleve alapból hibás. Ugyanis azok az építőelemek, szobrok, amelyek ott elkészültek, és jól látható mai napig is, azoknak a megmunkálásához kellett a megfelelő minőségű szerszám. És neki hiába mondja bárki, hogy nem volt, hát akkor nincsen szobor se.
Csak ha mindig a kedvenc. Meg hogy miből volt, hogy kőből, meg bronzból. Kővel nem lehet követ vésni, követ csak csiszolni lehet. De a vaskor még jóval utána jött. Tehát, mondják. De ki tudja, a vas ugye elrozsdásodik, lehet. Na most ez a döntő. Amikor beszélek arról, hogy ezt a munkát csak kivétel nélkül, minden alkalomban, kiváló minőségű acélszerszámokkal lehetett bejön, vagy gyémántal, de hát az nem volt. Hát hogy ne lett volna, ha egyszer elkészült a tárgy? Igen. Erre a legjobb példa a keffénfáról tulajdonított dioritból készült szobor, a múzeumban ez látható. Ezt kérdez szépen, diorit az ásvány után következő második legkeményebb kőzet. És kérdez szépen, megvan szoborban, jó magyarságban mondva. Tehát ennek az egésznek ez a, hogy is mondjam, tehát a paradoxona, hogy az ember tudatában él egy primitív vadászó gyűjtögető idézőjelbe társadalom, akik elárasztott, meg gyomlálták és adták a gabonát primitív eszközökkel, ugyanakkor ott vannak ezek az elképesztő produktumok. Kérem szépen, itt van egy nagy, hogy is mondjam, szakadék a kettő között. De például a képi ábrázolás nem marad föl. Hát nem is tudjuk. Igen, minden, erről nem marad. Csak föl. Ilyen ágyékkötőben jár kell emberek. Apropó ágyékkötő. Ez nagyon fontos kérdéskört vett föl. Kivétel nélkül minden egyes együttomi ábrázolásban, szoborban vagy faliképen, mindenki ágyékkötő vagy egy kis szoknyácska, meg a fáraók is. Igen. Hát kérdezem én ezt. Milyen időjárás volt akkor, hogy ezt a ruházatot viselték? Túl hideg nem lehetett. Ezt a nem ruházatot viselték. Kérem szépen, semmi sivatag. A sivatagban az emberek felöltöznek. Próbálj meg valaki sivatagban egy szám ágyi kötében létezni. Nyilván szédé. Inkább ilyen trópusi éghajlott. Szubtrópusi éghajlottak kellett lenni, ami nyilván utal arra, hogy más volt az éghajlott, és más volt a vízrajz is, amivel szintén sokat foglalkoztak a könyvemben, egy egész fejezetet. És most már kezdik mondogatni, hát a Nílus is közelebb voltam a piramisokhoz annak idején, hogy te már szégyen leírtál. Tehát csak elsodródott a Coriolis erő hatására. Senki nem lehet profit a saját hazájában, máshol se egyébként. Meg Egyiptomba se. Ami, hogy is mondjam, csak tényként mesélem most el, hogy nemrégen megjelent egy cikk, miszerint francia tudós csoport ott a piramis környékéből kutatott, és a különböző kutatás eredmények azt mutatták, hogy bizony a építőt vizet szállították a piramisokhoz. Na most ezt 22 évezet leírtam. Mi több, az összes bizonyítékot belétettem, utalva az okkori magas vízszintök ezen mindenre, jól látható a mai napig is. Tehát ezek hogy is mondjam, nem ilyen eldugott meg földalom kikapirgált bizonyítékokról van szó. És én azt mondom, hogy Asszám közel 1000 kilométerre délebre van Kairótól. És az építményekben nagyméretű aszfáli vörös gránit építelemek be vannak építve. Az nyilvánvalóan nem a nem létező sivatagon keresztül vonzhatták, mert szépen odaúszhatták meg, kérem szépen, ami úszik. Ha egyszer úszik a vizen, akkor az szállítható. Tehát még egyszer olyan felhajtó erő kell, ami ezt a követ lebegővé teszi, arróta. Tehát márkák alá köthették például, de ezt már tanulmányozza az, aki a könyvet megveszi. Még kapható egyébként? Hát rajtam keresztül hozzá lehet. Igen, például. De angol nyelvű még van? Nem van, nem? Igen, meg német nyelvű is. Akkor kanyarodjunk vissza a beszélgetés elvére, és ezzel próbáljuk meg lezárni a mostani diskurzust, hogy a asszuáni út, ugye aztán végül is eljutottál, mi elég messze van. Igen. Mivel járult hozzá az elméletedhez, vagy igazolt-e a feltételezéseidet? Döntő jelentőségű volt. Tehát valahogy egy befejezett obrészk, amit elkezdtem már beszélni róla a legelején. Nos, én nappant kíváncsi voltam a megmunkásnak a nyomaira. Mint mondottam, ez egy végtelenül fontos dolog. Hogy itt van ez az irgalmatlan kemény anyag, ez a vörös gránit, amiből rengeteg minden van Egyiptomban, obrészkek, milyen gyönyörűen megfaragva, borotva éles vésetekkel, mi egyébben, amihez nyilván szerszám kellett, mert annak ugye nem jön létre. Néztem a kőzetben a megmunkáló szerszámnak a nyomait, és ez döbbenetes. Nem akarom mindezt részletezni, meg elmagyarázni, hogy minek. Egy dolog a lényeg, hogy géppel csinálták. Hangsúlyozom még egyszer, csak és kizárólag gépi eszköz
csinál olyan felületi nyomot ebben az istentelen kemény anyagban, amit a helyszínen lehet látni. Most lehet ez kétség, vagy csak fölösleges. Tehát amikor is ez egy 25, általánosan 25 centi szélességű marási nyomokról van szó, tehát marószerszám, forgó marószerszámban végzett tevékenység volt, mert látszik a nyoma, nem egy sorban, tehát lehet látni, hogy hogyan végezték ezt a munkátot. Kérlek szépen, csak kizárólag géppel lehet egy ilyen munkát elvégezni, mert kézi szerszámban nem lehet ilyen nyomot, kialakítani. Aki csak tudja, hogy az egész életében kézi szerszámokat is használt, tehát tudja, hogy működik az ilyen. Abszolút. Tehát ez egy nagyon fontos bizonyosság volt. Na most ebben a gondolattal, meg ebben megállapítom, hogy nyilván a világon egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy nekem nincs igazam, hanem azt jelenti, hogy ebben senki más ilyen forma, ilyen mélységben nem foglalkozik, mert... Vagy foglalkozik, de nem publikált, mert azt mondta, hogy hát nagyon sok, nagyon sok fénykép készült erről, de célás fényképek egyáltalán nem, tehát én be akartam fényképezni a munkaárokba, ahol látszik a szélszálló, nem a felületen. Felületen is lehet látni, hogy micsoda elképesztő marási munka alakították ki a felső síkot, sőt, néhányan is rontották, de ez az én gondolatom. Elég az hozzá, hogy nekem hihetetlen jó érzés volt ezt látni, és megállapítani, nem az, hogy nekem igazam van, hanem az, hogy ezek az ókorban élő ember micsoda elképesztő zseniális dolgokat művelték, és mennyire hibásan látjuk a tárgyaknak ezt a vonzatát, tehát a megmunkálási és a bányászati vonzatát. Egy valószínűleg minden itt van elásva. Hát én köszönöm szépen, sejtem, vagy gondolom, hogy már nem nagyon publikáld ezeket az eredményeket, mert lehet, hogy elfáradta az eddigekben, nem tudom, tőled akarom hallani, hogy mi lesz a sorsa az ilyen ismerteknek. Nem, hát a habitusomban nincsen baj természetesen. Tehát mi nyilván látjuk itt a felvétel során, és hogy engem ezek a dolgok azért mai napig is nagyon erősen foglalkoztatnak. Nyilvánvalóan nem lesz arra mondom, hogy ezt publikálja. Mert ez nagyon sok pénzbe kerül, és ez a fajta financiális háttér nincs meg, meg vélhetően nem is lesz. De ettől még szívesen beszélek erről, de hát azért hadd mondjuk el már műsorhoz hozzátadni, mi a Sajúvában ezért voltunk azért, mi Angliában, meg Franciaországban is, és olyan megalitikus... Karnakban is, Stonehenge-ben, meg Benzben is eljutott. Igen, és azokkal kapcsolatban is vannak szerintem elég komoly kutatási eredményei, amit szintén nem tudok publikálni, mert hiába is akarnám, de ez, még egyszer mondom, ez nem baj. De szívesen beszélek róla, és egyszer valakinek olyan affinitása lesz, hogy ebben a dologban úgy, hogy bele ássa magát, mint én, akkor megkapja az információkat. Hát köszönöm szépen, hogy mi is megkaptuk az információkat. Ha zápolnának ránk a kérdések, akkor újra szívesen látunk a stúdióban. Hát, hagyj, hogy jön, persze. Köszönöm szépen. Igen. És most nem a reklám helye, de hogyha valakinek óvatottan vágyat érezt, hogy ezt a könyvet elolvassa, akkor Lékosai barátom keresztül egy pár számot. Bizony eljut hozzá, és még egyszer mondom, hogy nem a reklám helye, csak segítség. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, jó volt.